Minden magyar. Petőfi Rádió. Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával. És a Petőfi Zenei Díjas év felfedezettje csapattal, vagyis az Arkidrával, akik már itt is vannak a színpadon, igen, mindenki. Lehet őket látni a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve egy YouTube csatornáján. Most már én is ide kattintottam, oké, meg vagyunk. A dal 2024-ben is ugye láthattak titeket a hallgatók, illetve a nézők, ott a döntőig meneteltetek, és hát több érdekes állomás is volt ennek a műsornak, például amikor ballada formájában kellett előadnotok a dalotokat. Itt már jöhetett egy olyan szemrángás, egy picit gondolom a háttérben, ami azért így meglepett titeket, és nem tudom, hogy mekkora feladat volt ez számotokra. Hát annak a dalnak a ballada átirata az viszonylag sok. Szerintem a műsorba tett energiáink nagyjából 80%-a az a crossover fordulónak az oltárán került feláldozásra. De a végén igazából elégedettek voltunk az átirattal, és még a közönség is továbbított, nagyon jó volt. Nagy meglepetésetekre, ugye? Egyébként az ítészek is kiemelték akkor, hogy példátlan fejlődésen mentetek keresztül a műsor folyamán. Mód felett jól esett. Akkor is. Hát nem köszöntük meg nekik, csak utána, mert a színpadon csak ennyit tudtunk csinálni, hogy most a rádió hallgatók számára szerettem volna jelezni, hogy bárgyú arccal mosolyogtam. Uh-huh. Igen, számotokra akkor ez egy ilyen hihetetlen utazás volt. Abszolút, a dal 2024. Ilyen álomszerű kicsit. Uh-huh. És akkor ez a fajta fejlődés, amin akkor ott keresztül mentetek, ez folytatódott tovább azóta? Hogy értitek? A saját fejlődésemről megmondom őszintén, hogy én nem szeretnék nyilatkozni, mert dönts el a hallgató, hogy fejlődtünk-e vagy nem fejlődtünk, de én nagyon szeretem csinálni ezt az együttest, és mindannyian nagyon szeretjük csinálni, úgyhogy az biztos, hogy több kedvünk lett hozzá, és sokkal nagyobb a lendület. Uh-huh. Hát ez, igen, ezek a visszajelzések azért mindenképpen erősítik a folytatást, nem beszélve arról, hogy ti lettetek az év felfedezettjei a Petőfi Zenei Díját a Dogálán. Ez egy ilyen újabb meglepetés volt, egy újabb sok? Hát ez abszolút, ezt még nehezebb volt elhinni, mint azt, hogy a Magyar Rádió szimfonikusaival zenélhettünk együtt, mert azt, ők ugye ott voltak. A Petőfi Zenei Díjat meg így megkaptuk, és akkor el kellett gondolkodnunk azon, hogy tulajdonképpen mit jelenthet egy ilyen év felfedezettje díj, és végül is mi arra jutottunk, hogy ez egy felelősség, hogy innentől kell egy minőséget képviselni. Uh-huh. De hát azért egy alapminőség már így is megvan. Reméljük. Mint mondtam, dönts el a hallgató. Na hát akkor kezdjük is az élő stúdió koncertet. Szélcsend, ez az első dalatok, ugye? Jól tudom. Van. Azért pár szóban bemutatjátok a dalt? Igen, ez az új kislemezünkről való dal. Hogyha már szóba hoztuk a ballada átiratot, ez a balladánk. Nem sokszor írunk kétszer ugyanolyan fajta dalt, úgyhogy minden dalból van egy, van a diszkódal, a rockdal, a metáldal, a ballada, ez a ballada. Ezt a nótát én a mennyasszonyommal kapcsolatban írtam, mert nem neki szól, hanem a szélnek. És ültem a kelenföldi pályaudvaron, és ahogy néztem, hogy az emberek mozgolódnak, gyalogolnak össze-vissza, valahogy ebben a nagy nyüzsgésben és zajban mégis elfogott egy ilyen földön túli nyugalom, annak köszönhetően, hogy megkértem a kedvesem kezét, és igent mondott. És akkor ezt írtam bele ennek a dalnak a szövegébe, és hozzájött a kedves együttesem, és közösen ezt a terméket voltunk képesek alkotni ebből az érzésből. És most élőben meghallgatjuk itt a Petőfi Rádióban, jön, de hát a Szélcsend, az Arkidra zenekartól itt a Petőfin, láthatod is a csapatot a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban! Sodorsz csak te szél, röpítesz, üvöltésed szívem szövi át. Mindig tőled mozdult minden, tőled szakad át az összes gát. De nem hagysz meg pihennem, mindig súlykolsz, menj tovább. Lenne mégis miért megállnom, csendet kérni, szívni illatát annak a kis világnak,
mint magam köré szűntem. Szélcsen nélkül is maradok, súg csak észrevétlen. Délután a téli szürkeségbe már a sok-sok fénysugár. Világ itt nincsen hangzavar, bennem béke jár. Nincs mi nyomna most belülről igazán. Csak hallgatom szabad, amíg most órákra nyúlt percekig a vad lelkem szabad. Mi nyomna most belülről nincsen már. Csak hallgatom szabad, amíg most órákra nyúlt percekig a vad lelkem szabad. Hiába ver vihar, hiába várok vissza dolgokat. Hiába múlik egyszer el van úgy, hogy semmi sem marad. Hiába változik a tér, hiába sodor az idő. Biztos, hogy most már mi vagyunk, nem csak egyszerű én is. Biztos, hogy most már mi vagyunk, nem csak egyszerűen én és ő. Hiába múlik egyszer, el van úgy, hogy semmi sem marad. Hiába változik a tér, hiába sodor az idő. Biztos, hogy most már mi vagyunk, nem csak egyszerűen én és. Hiába ver vihar, hiába várok vissza dolgokat. Hiába múlik egyszer, el van úgy, hogy semmi sem marad. Hiába változik a tér, hiába sodor az idő. Biztos, hogy most már mi vagyunk, nem csak egyszerűen én. Ez volt a ballada az Arkidrától itt a Petőfi Rádióban. Szélcsend címmel készült ez a dal. Az év felfedezetjeit láthatod, hallhatod itt a Petőfi Rádióban, a Petőfi Zenei díját adon, ugyanis ők kapták ezt az elismerést, és adják ma az élő stúdió koncertet, úgyhogy tarts velünk a folytatásban is. Ha azt pedig szeretnél neki üzenni vagy kérdezni, akkor ezt megteheted a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve a 0630 30 30 380-as SMS számom. Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban. A Petőfi Zenei Díj év felfedezetjei, vagyis az Arkidra zenekar, akiknek célja a minőségi zene alkotása és bemutatása. És a várt hatása a közönségtől. Valami ilyesmi. Ugye? Valami ilyesmi. Stílusokat tekintve igazából van itt mindenféle, mert azt mondtad, hogy van a ballada, van a diszkós, van az alter, és akkor igen, még igen, de továbbiakat igen. Még majd meghallgatjuk, hogy milyen valami műfajban. Ilyesmi. Valami ilyesmi. És mi az, amit ezen kívül, hogy minőségi zenét szeretnétek bemutatni, illetve ilyeneket írni, mi az, amit még szeretnétek a hallgatósággal közölni? Először muszáj ebbe a minőségbe belekötnöm, mert ez így nagyon keveset jelent szerintem ez a szó önmagában. Inkább úgy fogalmaznám meg, hogy nagyon olyan zenét szeretnék csinálni, ami tetszik nekem. Uh-huh. És hogyha tetszik, akkor én azt minőséginek érzem magamhoz képest, és akkor tök jól érzem. Ezen kívül mi a célunk? Nagyon szeretnénk, hogy sok embernek mutathassuk meg azt, amit a világról gondolunk, meg ahogy zenélünk, illetve mivel egyelőre az az általános gyakorlat a koncerteken, hogy jól érezzük magunkat, és mindenki szereti egymást, ezért hát ez nagyon hippi gondolat, de én szeretném mindenkivel megosztani ezt a szeretetet és ezt az összetartást. Nem feltétlenül egy Arkidra koncerten, úgy unblock a világon igazából, de hogyha ez pont a zenéléssel lehet véletlenül elérni, akkor nagyon szívesen zenélek tovább. Miről szól a Maradnék még című dalotok, akkor ennek tükrében? A Maradnék még című dalunk az arról szól, hogy bizonyos nehéz szituációkból az ember az elmenekül és nem megoldja őket. És bár ezek az elmenekülések, legyen ez akármilyen er, vagy állapot, vagy hely, van, hogy jók, pillanatnyilag ideiglenesen megoldást nyújtanak, de nem szabad, hogy ebben nagyon hosszú időn keresztül az ember belehelyezze magát, mert a problémát magát nem fogja megoldani vele. Erről szól a dal. Hát ezt sokan tudjuk, csak nem feltétlen cselekszünk ennek megfelelően. De akkor ebben segít ez a dal?
Nem tudom, hogy segít-e, de én éreztem magam így, és muszáj volt beszélnem róla. Na, akkor most megint hallgatjuk élőben itt a Petőfi Rádióban. Imádlak benneteket, hajrá, alplakkák közben Zsuzsanna írta, aztán még az előző szám kapcsán Piroska, hogy ez a szám nagyon jó volt. A Facebook oldalunkon lehet ugye élőben látni a csapatot, és lehet üzenni, illetve kérdezni tőlük. Az év felfedezettje a Petőfi zenei díjas, Arkidra zenekar, élőben tehát itt a Petőfin, a Maradnék még című dallal. Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mark Katával. De szép. Az Arkidra élőben itt a Petőfi Rádióban, ők lettek az év felfedezettjei a Petőfi zenei díjátadó gálán. Szia Kata, jön Lacustól, a vidékitől az üzenet. Ki is az a lánya Szintinél? Aranyos, puszilom. Ó, igen.
Mindent lehet látni itt a Petőfi Rádió zenei stúdiójában, a Facebook oldalunkon, illetve a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. Aztán Hello Kata, szia srácok, a ballada a Zsiguli egyik fele. Köszönjük szépen. Bele kell kötnöm, van a jobb lada és a ballada. Oké. Hát akkor ennek fényében megyünk tovább. Már is újabb élő dallal folytatjuk az Arkidrától itt a Petőfi. Hajrá magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban az Arkidra, akiket te is láthatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján, a Petőfi zenei díjátadóik lettek az év felfedezettjei, és pont elítettük is az eseményeket. No, ugye megkapjátok ezt a díjat, amire egyáltalán nem számítottatok, ahogy arra sem, hogy egyetembe kerültök például a Dal 2024-be is elmeneteltek a döntőig. Ó, igen, ez pontos, ezt nagyon jól leírtad. Ilyen súgtatok, igen, az előbb, úgyhogy onnan tudom mindezt. De ezek nagyon jó elismerések, és azt gondolom biztosítja azt, hogy jó nyomon jártok, és jó az, amit csináltok, és ugye egyben felelősség, ahogy az adás elején is elmondtátok, hogy elmondtad azt, hogy kaptatok egy ilyen díjat, lettetek ugye az év felfedezetjei. Ez akkor mivel jár együtt szerinted? Tehát miről kell szólni a jövőnek? Mármint, hogy hát a felelősség részében, hogy mivel tartozunk a közönségnek, illetve azon szakmai rétegnek, akik nekünk ítélték ezeket a díjakat. Mindenféleképpen tartozunk azzal, hogy ne oszoljunk fel. Tehát folytassuk, kitartsunk és zenéljünk tovább, hiszen zenélni nagyon jó, és egymást is nagyon szeretjük. Ezt a lehető legkomolyabban mondom, hogy itt szeretet van, itt nem olyan szeretet van, mint egy ilyen kis tiszta, hanem mint egy medve. Na, de akkor hogy alakult a csapat? Akkor mesélj erről, mert hatan vagytok, azért nem könnyű úgy összehozni hat embert, hogy tényleg mindenki szeresse a másikat, és jó legyen az összhang. Hosszú út vezetett idáig. A zenekart azt Zolival, basszusgitáros kollégával, az Ambrussal, dobos kollégával kezdtük el, illetve volt egy másik énekesünk is, őt Retkes Bálintnak hívják egyébként. Remi Official most elkezdett egy új projektet csinálni éppen, és nem sokkal később csatlakozott hozzánk Tomi, a másik gitárosunk, itt mellettem jobb oldalt. Így kezdtük el, és csináltuk, tudom, hogy egy másfél évig. Utána lett billentyűsünk, aki nem Enci, hanem Katona Máté, a másik billentyűsünk, aki Dániában tanul, de ő csapattag maradt, a dalba el is jött velünk játszani döntőbe és elődöntőbe, és hogyha nagy isen itthon van, akkor hát állunk színpadra, és jön velünk ő is, és hát tavaly novemberi szerzemény a két lány. Enci először azért csatlakozott, mert hogy nem volt Máté elköltözött, de aztán taggá vált, írtunk, alkottunk együtt, teljesen jó volt, illetve a Fannival egy ilyen partizenekar projekt keretein belül kezdtük el a közös munkát, ami szerencsére... a múltról. Szerencsére hamar kiderült, hogy rossz ötlet, és helyette inkább írtunk egy dalt, és akkor ő pedig így került ide a csapatba hozzánk. Na és ezek szerint egymásra találtatok, tényleg nagy az összhang. Igen. Szuper. Örülhettek ennek, és akkor vigyázzatok is egymásra, mert azért ez nem jellemző, igen, hogy hat ember ilyen jól együtt tud működni. Ébredj fel című dalotok jön most. Így van. Mi tudhatunk róla? Az Ébredj fel című dalról ugyanannyit tudok beszélni, mint akármelyik másikról, és el is kezdem. Az Ébredj fel az arról szól, amikor az ember halogat, és nem kezdi el élni az életét. Ezeket konkrét képekként is megjelenítjük a dalban, és így nem fogok idézni magamtól, mert úgyis mindjárt elmondom, de a lényeg az, hogy én ezt egy olyan pillanatban írtam, amikor már nagyon kellett volna haladnom a vizsgaidőszakkal, már nagyon kellett volna haladnom a munkámmal, egyébként be is kellett volna fejezni dalt, és semmi más nem csináltam, csak feküdtem az ágyamba, és YouTube-ot néztem. Innentől fogva az élet az csak telt, és időugrásonként haladtam feladatról feladatra, amikor éppen csináltam valamit, és arra jutottam, hogy ez nem egy jó állapot, és érdemes ezt úgy, tehát érdemes lenne az életet úgy élni, hogy tényleg minden pillanatát megéljük, és kihasználjuk a nekünk szabott időt, amit kaptunk. Ébredj fel, ez lett tehát a dal címe, és mindent meghallhatunk tehát a dalból. Most az Arkidrának köszönhetően élőben ők adják az élő stúdiókoncertet. Itt a Petőfin, láthatod is a csapatot a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Hajrá magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával. Thank you.
száj. Megnézem a sorozatomnak egy újabb évadát. Kinyisik a meló, de egy-két cigi szünet úgyis belefér. Felén fordul egy fekete felhő, de a jelenem fehér. Most sem éltem, egyet sem léptem, még hátra sem verszi semmilyen, minden for bennem. Valami, amit eltemettem, pedig nem akartam. Miért vagyok itt? Miért nem máshol? Miért nem megy minden saját magától? Érdek fel, bár-bár belsődik, jó fogva tartom. Bármi fontos, a restestem majd várni fog most. Ha sem éltem, egyet sem léptem, még hátra sem. Untat a kör, már nem kell a könnyár, nem maradok tisztát. Ébredj fel, bár-bár belső még jó fogva tart. Élned kell, percek úton, te maradsz, de mindig élvezd fel. A végén nincs több riflé, minden mögötte valami mellett elment. Az Arkid Rádió ma az élő stúdió koncertet itt a Petőfin, lehet őket látni a Petőfi Rádió Facebook oldalán is. Roland pedig azt írta, hogy ez a szám az ébresztője. Képzeljétek, minden nap erőt ad, a szuperek vagytok, köszi. Aztán különleges hiánypótló a magyar könnyűzenei világban, a csapat csak így tovább, ezt Ildikó írta nektek. És hát várjuk a köszi. Csak olvasom az arcotokat. A stúdióban hopp, így most már lehet is hallani a Petőfi zenei díjátadó év felfedezetjei az Arkidra. Tőlük kapjuk ma az élő stúdiókoncertet, és a csapatot láthatod is a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Azt nyilatkoztátok valahol, hogy a világ egy nagy alpakacsorda, csak még nem tud róla mindenki. Ezt kifejtenéd egy kicsit bővebb? Hát, ugye az alpakák azok mi vagyunk, ugye ez, hogy Arkidra, ez azt jelenti, lassan mondom, aranyos ronda kecskét integráló dán repülő alpakák. Egyébként ez egy ilyen foreshadowing volt, mert hogy végül is a Máté kiköltözött Dániába, de akkor ezt mi nem tudtuk mikor ezt tenni. Mindegy. Minden szóval, hogy mi vagyunk az alpakák. És innentől fogva a közönségünk és mi együtt vagyunk az alpakacsorda. Na és most ugye a világ egy nagy alpakacsorda, csak még nem tud róla mindenki. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy én azt gondolom, hogy amiről beszélek, az mindenkire vonatkozik. Tehát én nagyon szeretném, ha mindenki meghallana, és bárkinek nagyon szívesen elmagyarázom az egész életemet. Személyesen is, meg 10 000 fős tömegnek is. Meg nem volt olyan, hogy 10 000 fős tömeg, de egyszer remélem lesz. Hát, így kell, és hozzá, ezért így ennek szól az a mondás, hogy hogy ez szerintünk mindenkire vonatkozik, csak még nem mindenki ismeri, nem mindenki tudja, úgyhogy gyertek és tartozatok az alpakacsordához, mert rettenetesen vidám itt minden. Szoktunk táncolni, meg énekelni, meg szomorkodni is, de azt is mindig vidáman. Miért pont alpaka egyébként? Mert ugye az alpaka, hát a rendkívül finomságú gyapjáról ismert, meg hát a húsáról is egyébként, de leginkább a gyapjáról. Sőt, tovább megyek, az inkák az istenek ajándékának tartották. Ezt nem tudom, mennyire vagytok tiszt. Na, ugye? Köszönjük. Valahogy köszönjük, sejtettem, hogy ezt nem tudtátok.
Egyébként a hajam nagyon puha, a Fanni már mondta. Az alpaka az azért lett, mert a Zoli az albetűre véletlenül ezt az állatot tudta hirtelen mondani, amikor nevet választottunk, de közben aztán tovább gondoltuk ezt az alpaka témát, hogy amúgy ez az állat, ez nagyon aranyos. Igen, hát találtam még róla egy-két jellemzőt, kíváncsi voltam, hogy mit mondtok. Ők az év bármely szakában szaporodhatnak például, de akkor nem ez indított el titeket. Na jó. Végül is. Na, jó, térjünk rá a következő zenére. El kell mennem, ez a címe, és így egybe szület. Igen, az azért van a Likó Marcitól tudom idézni a Sárga Zsiguliból azt a sort, hogy egy eszperenterebbe keveredett bele. Mm. Ez tovább gondolásra került ebben a dalban, ez az eszperenterebb témakör, és ezt a dalt nagyon sokáig úgy hívta a Zoli, hogy eleve-televe nem, mert hogy nem tudta dekódolni, hogy milyen szavakat mondok csupa E betűvel a közepén, és ezért lett el kellene mennem végül a neve. Annyi dalról mondtam már el, hogy mit jelent, hogy erről most nem mondom el. Találják ki a kedves hallgatók, hogy miről szólhat. El kellene mennem, tehát itt a Petőfi Rádióban élőben az Arkidrától. Figyelj a szövegre, és írd meg, hogy számodra mit jelent, mit tudtál belőle igen értelmezni. Hm? Ugye? Így nagyjából. Oké, élőben az Arkidra, itt a Petőfi. Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban. Kicsit rajtad és rajtam, hogy orbitálnom kéne, vagy csak tűrjek tovább haltam. Ha szembe szállok veled, akkor nekem úgyis végem. Hát kéne rágnunk végre már magunk ezen az egészen. Kellene mennem, nem megvetlek emet a temet a telebemen. Kérdés a portom, mert itt lenni valaha válasz eleve nem. Miért maradok, miért maradok, miért maradok nálam, mikor tőled vagyok, tőled vagyok. Ennyire fáradt, mert jövök vissza újra, újra mindig vár egy nagy kopom. Mert érdek a végén, ez valahogy mindig körbe fogy. Nélkülem találok, hogy merre kéne mennem. Térképet nem adtál, annak itt kell lenni bennem. Mire a végre érek, élve égek, tépek szét egy személet. Sem elég, hogy elégedett legyél velem, nem személek. Már semmi más, csak hogy lásd mégis mennyit küzdök. Kár, igaz, kár, hogy sosem nézel rám, csak mikor mellé léphek egy-egy kőnek, amit jól megjelöltél. Nem akarok arra menni, hiába, hogy előtt. Kellene mennem, mert megvetlek őmet a temetet eleve nem. Kérdés a parta, mert itt lenni valaha válasz eleve nem. Miért maradok, miért maradok, miért maradok nálad, mikor tőled vagyok, tőled vagyok. Ennyire fáradt, miért jövök vissza újra, újra mindig vár egy nagy kopon. Mert élet az végén, ez valahogy mindig körbe fog. Miért jövök vissza újra, újra mindig vár egy nagy pofon. Megígéret a végén, ez valahogy mindig körbe van. Azt hiszem, maradok mégis. Élőben az Arkidra, itt a Petőfi Rádióban. Klassz fiatal banda, tehetségesek, írja György, az ének rendkívüli, és az egész hangszeres, zene kiváló. Aztán szuper csapat, Balú írja Vecsésről, csak így tovább, gratulál nektek, és hasonló üzenetek jönnek. Még zseniális a csapat, tök jó a szöveg. Köszönjük, a szárnyaló dallam, nagyon tetszik, csak így tovább.
Köszönjük, köszönjük! De jó! Jó, kellenek a jó kis visszajelzések, ugye, hogy lehessen aztán tovább építkezni ebből. Ez a boldog házas életről szól, egy vigyorgó kis fejjel küldte Szabolcs itt a Petőfin. Na, az Arkidra, és jön még egy dal, tarts velünk a folytatásban is. A stúdióban a Petőfi zenei díjátadó év felfedezetjei az Arkidra, akiket láthatsz is a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve a YouTube csatornáján. Hát még az előző dallal kapcsolatban az El kellene mennemhez Ildikó írta, hogy a szerelem elvakít, számára ez az értelmezése a dalnak, Szabolcs számára a boldog házas életről szól. És akkor mi az igazság? Mert ugye kértétek, hogy a hallgatók mondják el, te nem akartad elmondani, hogy miről is van szó, de itt adáson kívül azért nekem picit jellemezted ezt a dalt. Igen, elmondom. A dal tulajdonképpen szándékosan olyan, hogy bele lehessen vinni egy ilyen mérgező párkapcsolati szálat. Ez rólam és az egyetemről szól. Hmm. Ez a történet, illetve rólam és a munkahelyeimről. Egy bizonyos időszakban, de szerencsére ezen a dolgon túlestem. Hmm. De gyakorlatilag bármilyen mérgező kapcsolata ráhúzható szándékosan. Így írtam, hogy a mérgező kapcsolatok és helyzeteknek a dala legyen ez az El kellene mennem, hiszen azokból kellene elmenni, majd az ember fantasztikusan bennük marad. Na, van még egy ráadás, ugye itt a Petőfi Rádióban minden zenekaröddalt játszik, úgyhogy ti sem vagytok ez alól a kivétele, és még adáson kívül említettétek például azt is, hogy a dal 2024 győztesével László Evelinnel is van közös dalotok. Mi várható még ebben az évben tőletek? Mik a tervek, mik a célok? Ugye, egyrészt kiadjuk az Evelinnel közös dalunkat. Még nincs címe. Van, csak még nem mindenki értett vele egyet. Aztán ezen kívül szerencsére díjak és daldöntők hatására nem két koncertünk lesz a nyáron, hanem eddig 9, és ebből a következő a Statána Vízene Világfesztiválon lesz majd látható. Bővebb információkért pedig, hogy mikor, hol lépünk fel, érdemes követni a kis közösségi médiás oldalainkat, ugyanis aki ezt megteszi, az megtudhatja, hogy hol nézheti meg ezt a kedves, vidám, mosolygós együttest, illetve hol hallgathatja meg. A további van, aha. És videoklipekkel hogy álltok? Az mennyire prior, hogy legyenek a dalokhoz videoklipek? Most ugye ehhez a kis lemezünkhöz, amit el is hoztunk, nem tudtuk mind az 5 dalt elhozni, mert van olyan dal, ami nem feltétlenül a rádióban kell, hogy legyen, hanem azt otthon meg kell hallgatni. Uh-huh. De azokhoz például egy külön koncepciót, hogy mindegyikhez forgassunk valamiféle képi anyagot, így egy kicsit a videó klip és a visualizer, ezt csak így tudom kimondani, hogyha valaki esetleg zavar, hogy túl angolozom, visualizer formátumot próbáltuk vegyíteni egymással, és ennek köszönhetően született 5 darab ilyen kis videónk ehhez, aminek a történetük így összefügg. Viszont a most elkészülő újabb anyagunk, amit már nagyon őrizgetünk, nagyon ülünk rajta, így gyurmázzuk össze, már alakul ki a kis váz, a kis szerkezete és a kis díszei. Ezen dalocskákhoz viszont szeretnénk rendes, normális videoklipeket is forgatni, mert tulajdonképpen ilyet még igazából nem csináltunk, és nagyon szeretnénk valamikor. Na hát, és végül, de nem utolsó sorban, az Egészben kell című dalt hallatjuk majd tőletek. Erről is mesélsz pár szót. Az Egészben kellről annyi dolgot kellett elmondanom az elmúlt fél évben, hogy az elképesztő. Ez a dal, ez arról szól, amikor az ember életében rengeteg dolog gyűlemlik fel, amit akár időben, akár fizikailag nem bír. És én egy ilyen ember vagyok, én túlvállalós vagyok, és nagyon sokan mondták, hogy adjak le dolgokat, engedjem el, írtsam ki az életemből, és nagyon sok gondolkodás után arra jutottam, hogy ha bármit el kéne engedni teljesen, akkor nem lennék boldog, vagy legalábbis nem tudnék boldog lenni, és ennek következtében bár irgalmatlan nehéz, és nagyon küzdelmes dolog megtartani az embernek az életében minden olyan apró, pici dolgot, amit szeretne, hogy benne legyen, mégis úgy gondolom, hogy megéri, hiszen csak így lehetünk teljesek. És így fogjuk tudni úgy lejönni az életünket, hogy a végén, amikor majd meghalunk, akkor nem arra fogunk gondolni, hogy mit hagytunk ki, és mi nem szerepelt benne. Kicsit kapcsolódik majdnem mindegyik dalhoz, ami eddig elhangzott. Egészben kell ez, tehát az mai utolsó dal címe itt a Petőfi Rádióban. Az Arkidrát nem csak hallhatod, hanem láthatod is a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Figyelj!
Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával. Most szabadultam, de a csíkot már majdnem elérte az árnyék. El is húznám, ha mozognék néha, nem mindig állnék. Nem is tudom, tulajdonképpen mihez képes állok. Egy látomásnak minden pont, ami nekem esetleg egy árok. Ráragadtam a földre, s el már magamtól se szállok. És bíztatnak, hogy jó fele tartok, erre vannak az álmok. Aki mindent hurcol, csak életet pazarol. Te én mégis elviszem az összes rétegem magammal. Ha nehéz, és inkább maradok, elhagy lelki részek nélkül. Nekem egészben kell a világ. Nem aludtam, de ismét írok róla egy ódát. Minden héten levágom a szárnyam, pedig jól áll. Úgy érzem minden nappal egyre tompább a késnek az élet. Ezzel jelzi, hogy jól vagyok így, és a tartósást hagynom kéne. És lebegek végre a földtől távol, szárnyalként meg a lelkem. És nem fér kétség a lényem egészen, sosem lesz igazi terhem. Valamiért vár, mert én indulok egy részem. Hagyom valahol, azt mondják válasz, és menj már, aki mindent húzol, csak életed pazarol. De én mégis elviszem az összes rétegem magammal, ha neki is inkább maradok. Azt mondják, válasz és menj már, aki mindent hurcol, csak életet pazarol. De én mégis elviszem az összes réteget magammal, ha neki is inkább maradok. A Petőfi zenei díjátadó év felfedezetjei az Arkidra, akik adták ma az élő stúdiókoncertet. Imádom őket! Katalin írja, Floridában is Petőfit hallgatok, szülővárosom Tata, kis szívecske is jött hozzá. Jó hallgatni benneteket, ügyesek vagytok, gratulálok, Csili, ez pedig Mihály írta, és ha libabőrös az ember egy számtól, az szerintem nagyon jó, szuperek vagytok, hát Károlyhoz is eljutott az üzenet és a dal. Úgyhogy köszönjük szépen ezt az órát, további sok sikert kívánunk nektek a folytatáshoz. Ami... Köszönjük, hogy itt lehettünk és meghallgattak minket. Hallgass magyar zenét online is! A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon. Minden magyar! Ez a Petőfi Rádió!